A Jobbik szerint brutális megszorítást jelent a Matolcsi miniszter úr által bejelentett egyenlegjavítás. Vendégünk Volner János, a Jobbik frakcióvezető helyettes. Jó reggelt kívánok, helyettes vezető úr. Kérdező társaim, Szajlai Csaba, Magyar Hírlap főmunkatárs, és Veres Jenő, a Népszava főmunkatárs. Jó reggelt nektek is. Önök azt mondják, hogy ez brutális egyenlegjavítás, a londoni elemzők, közgazdászok, magyar bankszektor viszont azt mondja, hogy na végre, külső nyomás nélkül sem magyar kormány megtette a lépéseket, és kiválóak az eredmények, nagyon jó ez a program. Hát a külső nyomás nélküliséget már eleve lehet vitatni, hiszen nem véletlen az, hogy pont az IMF tárgyalások idejére esik ezeknek az intézkedéseknek a bejelentése. Az IMF ugyanis a saját logikája szerint mindig megszorítást kér az adott országtól cserébe, a magyar kormány pedig igyekszik elébe menni ezeknek a kívánságoknak, és saját magától végrehajtani ezeket a megszorító intézkedéseket. Megjegyzem egyébként, hogy ez egy öngerjesztő gazdasági spirál, egy negatív spirál, minél nagyobb megszorításokat alkalmaz a kormány a gazdaság szemben, annál kevesebb lesz a vállalkozásoknál a pénz, annál kisebb lesz a gazdasági növekedés, annál kevesebb lesz a munkahely, annál kisebbek lesznek a bérek. És képviselő úr, hát muszáj egyenleget javítani, hogyha nem csökken a költségvetési hiánya a uniós kritérium szint alá, akkor meg az európai uniós pénzeket nem kaphatjuk, meg így a fejlesztéspolitika áll le, nem? Na most a kérdés az, hogy folyamatosan ebből az eleve egyre kisebb tortából vágok ele újabb kisebb szeletet, vagy arra törekszek, hogy nagyobb legyen ez a torta. És megjegyzem egyébként, hogyha megnézik a Jobbik külgazdasági törekvéseit, akkor bizony mi konkrét sikerekről számolhatunk be. Ugyanez kellene egyébként országos léptékekben is csinálni. Mi befektetéseket tudtunk Magyarországra hozni, munkahelyteremtő beruházásokat tudtunk ezekben a válsággal teli időkben is létrehozni, illetve ezeket ki tudtuk közvetíteni magyar partnerek számára, miközben egyébként a kormány azt magyarázza, hogy hát azért kell gyárakat bezárni, embereket kirugdosni a munkahelyükről, mert éppen válság. De most egy pillanat, hogyha még itt tartunk, tehát az országos számoknál ugye rekordinflációt regisztráltak Magyarországon, ezzel kapcsolatban pedig Járai Zsigmond, mint az egyik pénzügyi guru azt találta mondani, hogy Magyarországon nincsen infláció, csak áremelkedés. Önök hogy magyaráznak, hogyan kell ezt érteni? Hát nyilvánvaló, hogy brutális az infláció. Emlékezzünk csak egyébként, hogy 3%-os az a bizonyos sokat emlegetett Maastrichti kritérium, most ahhoz képest már ilyen 5,5% körül jár a magyar infláció. A kormány semmi egyebet nem csinál, megpróbálja fölpörgetni az inflációt és ezzel elinflálni a béreket. Ennek köszönhető egyébként most már a KSH által közölt adat is, hogy a reálbérek csökkennek Magyarországon, tehát nemhogy nem növekednének, tovább csökkennek, egyre inkább elértéktelenednek a fizetések. És megjegyzem egyébként, hogyha jobban mögé nézünk az adatoknak, azt is lehet látni, hogy akinek nő a bére, a növekményt azt alapvetően a megemelkedett banki törlesztő részletek finanszírozására használja föl leggyakrabban. Visszatérve egyébként a 400 milliárdos csomagra, csak annyi, hogy a kormány azt kommunikálja, hogy ez egyenlegjavítás, nem megszorítás, hanem költségvetési korrekció, ami mozajlik. Ha rápillantunk a csomag szerkezetére, ott egyébként tényleg számos olyan tétel van, ami első pillantásra nem érzik majd az emberek, második pillantásra persze egészen más lesz a hatása, viszont azzal egyetértenek, hogy amit mondtam az imént, hogy a költségvetési hiányt le kell szorítani az Európai Uniós szint alá, nem? Tehát azért e tekintetben mondjuk, ha kizárólag a szakmai oldalát nézik, akkor önök is elismerik, hogy szükség van egy ilyen gazdaságpolitika után lépni. Na most két dolgot kell itt látni. Az előbb emlegetett torta hasonlat. Vagy elveszek továbbra is ebből a tortából, a kormány évről évre ezt tesi, a saját intézkedéseinek csapdájában vergődik, hiszen minél többet veszel a gazdaságból, annál nagyobb korrekcióra kényszerül a következő évben. Jövőre is hasonló korrekcióra fog kényszerülni, ezt már most borítékolom önnek. Itt inkább a torta méretét kellene megnövelni, végre kellene hajtani azt a keleti fordulatot a gazdaságban, hogy ne csak az Európai Uniónak legyünk kiszolgáltatva, hanem a keleti irányba is bővítsük a magyar export lehetőségeket. De törekszik a kormány, ez van a különbözőségi stratégiájába képviselő. Törekszik, de ténylegesen nem jön össze. Tehát azt láthatjuk, hogy leült a gazdaság. Képviselő, az inflációról beszélt, és mindjárt a kollégák mondták, hogy brutális, hát 6,6%, azért volt ennél, hogy is mondjam, csak zsírosabb is, gondoljuk a 2006-7, a 8% fölé mentünk. Csak akkor azt mondták, hogy infláció van, és nem azt, igen. Mondjuk akkor válság abszolút nem volt, mert akkor nem mondták. Sőt, azt is mondták, hogy nem is fog ideérni. Tehát azért volt ennek itt a szocialista kormány alatt is bevezetője, de ő nem intett azt, hogy a Jobbik beruházásokat hozott az országon. Mire gondol? Hát konkrétan arra gondolok, múlt héten éppen Tiszavasváriban, a Jobbik fővárosában 150 munkahelyet hozott létre egy új beruházás, ezt avatta föl egyébként Vona Gábor, válságos
környezetben is sikerült, vagy gondoljunk arra, hogy például... De ezt nem a Jobbik hozta oda. Hát tulajdonképpen a Jobbik hozta oda, hiszen a Jobbik tárgyalta le ezt a beruházást elejétől a végéig, és megjegyzem egyébként, hogyha most belegondolnak abba, Kardos úton például létrejött egy olyan bárányüzem, ahol 40 tonna bárányhúst importálnak, vagy exportálnak, bocsánat, Iránba, naponta 40 tonna bárányhúst, de szintén a Jobbik gazdasági kabinetje, illetve az általa létrehozott magyar iráni üzletemberi kör. De közben meg a kormány mondhatja azt, hogy ő meg több ezer munkahelyet létesít, például az autóiparban, hogyha megnézzük az Audi, a Mercedes, vagy az Opel beruházásokat. Hát én most egészen konkrét ügyekről tudok beszámolni önnek, amit ellenzéki eszközökkel, nyilvánvalóan nincsenek olyan eszközeink, mint az adott esetben a kormányzati hatalmat birtokló politikai erőknek, ellenzéki eszközökkel is tudtunk a magyar nemzetgazdaságon segíteni. Ehhez képest azt látjuk, hogy úgy jön ide például a Mercedes Magyarországra, aminek egyébként alapvetően örülünk, hiszen fejlett technológiát hoz ide, hogy a magyar kormány azonnal 40 milliárd forintot tesz a külföldiek zsebébe. De bocsánat, maradjunk tisztasságra. Csak ez a 40 tonna birka naponta mondott 40 tonna? Naponta 40 tonna birka hús tud exportálni Iránba. 40 ezer kiló. Igen. Igen. Meglepő, ha ő mondja, de, meglepő, de valóban így van. Parancsol. Tehát visszatérve, ha már szóba hoztat, Tiszavasvár érint a Jobbik fővárosát. Hát most éppen inog a fővárosi státusza, hiszen most lesz a választás, azt hiszem, jövő vasárnap. Kérdés az az, hogy önök azt nyilatkozták, illetve azt pedzegeti az önök sajtója, hogy Tiszavasváriban a Fidesz ellehetetleníti, elhallgattatja, illetve bosszú hadjáratot folytat a Jobbik ellen. Ez miben nyilvánul meg? Hát ha megnézik a tiszavasvári önkormányzat helyzetét, az attól lett rendkívül nehéz, hogy egy óriási, brutális megszorítás hullám sújtja az önkormányzatokat, és ezen belül kiemelten Tiszavasvárit is, és egyébként mindent elkövetnek ott a helyi fideszes képviselők is, illetve a fideszes országgyűlési vezetés is, azért, hogy lehetőség szerint a Jobbikos önkormányzatot minél nehezebb helyzetbe hozzák, azért, hogy át tudják venni Tiszavasvárit, hasonlóan, mint egyébként Esztergomot, amit már a csőd szélére juttatott a Fidesz, és ott is igyekszik átvenni hasonló módon a hatalmat, mert egyszer nem tudja elviselni, hogy van egy olyan város, amit nem ők vezetnek. Nagyjából hát ezt majd a szavak eldöntik. Hát így van, mi is ebben bízunk. És még egy politika, mégis a gazdaságra, hanem visszaadom neked a szót, hogy ugye szerdán pedig Miskolcon szerveznek egy méretes demonstrációt, amire azt mondták, hogy nem valami ellen, hanem valami mellett, vagy valamiért demonstrálnak, és egyébként önök október 23-án nagy erődemonstrációt nem kívánnak tartani, ez egy elődemonstráció kíván lenni, azonban szembe kell majd találkozniuk az ottani cigányképviseletek tüntetőivel, illetve a különböző szervezetek, pártok is jelezték többé-kevésbé, hogy ezzel részt akarnak venni. Tehát ez egy igen feszültségteljes szerdának ígérkezik. Mi ennek az értelme? Azt tudom önnek mondani, hogy most szerdán 17 órakor az Avas nevű lakótelepen Miskolcon a Jobbik azért vonul föl, és azért hirdetett demonstrációt, hogy fölhívja a romló közbiztonságra, a romló szociális helyzetre a figyelmet, és azért, hogy ne lehessen egyes témákat politikai korrektségből hasonlóan az elmúlt 20 évhez szőnyeg alá söpörni. A cigánykérdést meg kell oldani, azokat az égető, egyre nyilvánvalóbb szociális problémákat, amik a magyar lakosságot sújtják és elszegényítik, meg kell oldani. Ez tehát egy olyan figyelemfelhívó demonstráció lesz, ami a társadalom figyelmét igyekszik ráirányítani ezekre az égető kérdésekre. Az pedig, hogy előásták az SZDSZ üdvöskéjét, a cigány polgárjogi aktivistát, Horváth Aladárt, és ismét most ezúttal Gyurcsány Ferenc hívására összeverődik a baloldal, egyesül az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Milla, és még néhány egyéb hasonló szervezet. Semmi egyebet nem mutat, mint az, hogy Magyarországon van egy olyan politikai erő, ami az elmúlt 20 év elhibázott cigánypolitikáját szeretné töretlenül tovább folytatni, és csak a megemelt segélyekben bízik, abban, hogy a magyar társadalmat kirekesztőnek, intoleránsnak beállítva a cigányokat ilyen módon tovább helyezni. Ez ellen tiltakoznak, hiszen a valamiért tiltakozunk, az magába foglalja azt is, hogy valami ellen is tiltakozunk. Tehát valami, ami nincs, vagy ami nem jól működik, azért
emeljük fel a szavunkat. Tehát hát én azt gondolom, hogy ebben az esetben teljesen világos az, hogy rá szeretnék irányítani ezekre a problémákra a figyelmet. Megjegyzem egyébként, hogy a Magyar Országgyűlésben is kezdeményeztük egy olyan eseti bizottság felállítását, ami a magyar cigány együttélés problémáit vizsgálja, éppen azért, hogy ne hasonló politikai demonstrációk legyenek, hanem a Magyar Országgyűlés felelősen a törvényalkotás eszközeit is alkalmazva tegyen ebben az ügyben, ebben az egyre fontosabb ügyben valamit. Képviselő, visszaelvezve a gazdaságpolitika tarajos vizeire, a parlament előtt van az adócsomag, a jövő évre vonatkozó 2013-as adóváltozásokkal megszavazzák, egyáltalán szimpatizálnak azzal. Hatalmas reform előtt állunk, tekintve, hogy jövőre már tényleg 16%-os lesz az egykulcsos személyi jövedelemadó. Én azt gondolom, hogy ebben az adócsomagban számos olyan intézkedés van, ami igencsak kérdéses. Gondoljunk csak arra, hogy például a vállalkozásokat most arra szeretné a kormány kötelezni, és ettől remél 95 milliárd forint többletbevételt, hogy a pénztárgépeket az adóhivatallal online módon összeköti. Ez egyébként egy támogatható cél, csak az a kérdés, hogy kinek a szerszámával piszkálgatja a kormány megint a csalán, ugyanis most azt láthatjuk, hogy a vállalkozásokat szeretnék arra rávenni, hogy ezt a pénzt, amibe ez a technikai átalakítás kerül, ezt a sok ezer forintot, ezt a több ezer forintot adott esetben havonta, ezt de ő azért fizessék, tudja, hogy ezen a téren, ezen a téren van néhány mismásolás, azért ezt elismerik a szakmai képviseletek közül is néhányan, de visszatérve a személyi jövedelemadóra, az önöknek már szimpatikusabb, mint a korábbi verzió, hogy most már lecsupaszítva 16%-os lesz a elvonás mértéke? Én azt gondolom, hogy eleve ez a személyi jövedelemadó rendszer nem lehet szimpatikus, hiszen nem történik egyéb, mint hogy a szegények adóterhelése folyamatosan nőtt az elmúlt két évben, a tőlük elvett pénzt pedig a magasabb jövedelmű emberek számára csoportosították át. Ez egy olyan adórendszer, amivel sem szociális okokból, sem pedig a gazdaságpolitika célszerűségét illetően nem tudunk egyetérteni, és megjegyzem egyébként, hogy amikor alkalmam volt az Országgyűlés Gazdasági Bizottságok alelnökeként találkozni Hagberg asszonnyal, ő a svéd parlament alelnöke, megkérdeztük őt, hogy mit tettek a svédek azért, hogy ilyen jól átvészeljék a gazdasági válságot, és elárulta azt, hogy pont a szegények jövedelemadóját csökkentették, és a gazdagokét emelték a válság idején, Magyarországon fordítva történik. Volner János, a Jobbik frakcióvezető helyettes, nagyon köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm szépen. Kollégák pedig a kérdéseket, köszönöm, híradó következik.